Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében tavaly több árvízvédelmi program is indult a Tisza és a Túr folyók mentén. A Sonkádon tartott fórumon ezúttal a Túr árvízvédelmének fejlesztési terveit ismertették a szakemberek, ahol bemutatták többek között egy árvíztározó megépítésének lehetőségét. Itt vannak olyan alkalmas területek, ahol ezt meg lehet oldani. Tehát azt jelenti, hogy a rendkívüli túri árvizeket egy tározóba vezetjük ki, úgyhogy a lakott területek nem lesznek veszélyeztetve. Ugyanakkor lehetőség van arra, hogy amikor az árhullám levonul, ezeket a vizeket szabályozott módon levezessük, úgyhogy a természeti környezetben ne okozzunk károkat. A fórumon elhangzott, az árvízi biztonság növelése mellett a szakemberek fontosnak tartják a természetvédelmi értékek megőrzését, illetve a turizmus fejlesztését is. Egyrészt nagyban javítja az árvízvédelmi helyzetet a túr mentén, másfelől pedig kapcsolódik természetvédelmi és turisztikai fejlesztésekhez. Egyfelől a meglévő árvízvédelmi töltéseken burkolt kerékpárút készül, másfelől pedig a tározó elárasztása úgy fog megtörténni, hogy ez a természeti értékek megőrzésének megőrzését is szolgálja. A tervezett tározó mintegy 14 millió köbméter víz befogadására lesz alkalmas. A szakemberek jelenleg a tározó engedélyes terveinek elkészítésén dolgoznak. Tervezik továbbá a folyó töltéseinek magasítását és felvízelvezető csatornák kialakítását is. Együtt dolgoztunk a tervezés során az ukrán partnerekkel, hiszen nagyon fontos, hogy a Kárpátalja megvalósuló létesítmények akár árvízvédelmi cél, akár vízpótlás, vízvisszatartás céloznak összhangban legyenek a magyar oldali fejlesztésekkel. A záró konferencián elhangzott a tervekről a lakosságot és az önkormányzatokat a határ mindkét oldalán tájékoztatták, sőt az érintettek részt is vehettek a tervezés folyamatában. A szakemberek olyan beruházások terveit készítették elő, amelyek növelnék a Tisza mentén az árvízi biztonságot, magyar oldalon 19, ukrán oldalon pedig 36 településen. Ez két fő részből áll, egy úgynevezett árapasztó tározóból, amely katasztrofális árvizek idején a Tisza hullámterét megcsapolva az árhullám csúcsokat levágja, és így az alsóbb szakaszokon már biztonsággal engedi tovább a Tisza vizét, és ezt kiegészítve a teljes Bereg térségre készül, felhasználva ennek a tározónak és műtegyének az adottságait, egy úgynevezett vízpótló, vízvisszatartó, újfajta vízadakozási rendszer. A tervek megvalósítása az előzetes számítások szerint körülbelül 20 milliárd forintba kerülne. A két ország vízügyi szakemberei uniós forrásra pályáznak a határmenti fejlesztésekre.